Sziasztok! Talán még emlékeztek, hogy egyszer a második évad elején készítettem egy interjút egy ifjú hackerrel, Süce Dáviddal, akinek a pályája azóta is töretlenül ível felfelé, és hát talált egy olyan bugot, amiről még a külföldi blogok is megemlékeztek. Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabocsátikus Hacker, ez pedig a Csütörtök Hack egy újabb része, és hogy a bevezetőben már elmondtam, a mai részben egy kicsit beszélgetni fogunk Sütz Dáviddal, aki már a második évad elején volt egyszer vendégem, és ennek a beszélgetésnek az apropója nem más, mint hogy Dávid ismét talált egy szép bugot, ám de ennek a bugnak a megtalálása az, hogy is mondjam, nem volt tervezett. Úgyhogy kapcsolom is Dávidot. Szia, Dávid! Örülök, hogy itt vagy velünk. Szia! Na, meghívást! Mi köszönjük, hogy itt vagy velünk. Kérlek, egy kicsit mesélj erről a bugról. Ugye ez egy Google Pixel Screen Lock Bypass volt, tehát gyakorlatilag a lezáró képernyőt tudtad átugrani, de hogy ez nem úgy nézett ki, hogy te nekiálltál bugot keresni, ahogy szoktál, hanem egészen máshogy történt az eset. Igen. Azt fontos megjegyezni, hogy nem biztos, hogy, vagyis, hogy nem csak Google Pixel. Ezt próbálom így kiemelni a tartalmakban, amiket publikáltam, mert hát úgy néz ki, hogy más dolgokat is érint, nem egyértelmű, hogy miket, de más telefonokat is. De a lényeg, hogy ez igen, egy lock screen bypass hiba volt, ahogy te is mondtad, tehát a jelkód tudása nélkül tudtad feloldani a telefont. Igazából csak annyi volt hozzá szükséglet, hogy fizikailag hozzáférj a telefonhoz. Csak ugye pont ez a lényege a záróképernyőnek, hogy a fizikai hozzáférés ellen véd. Tehát ezt a biztonsági vonalat átütötte. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát ez gyakorlatilag nem csak a jelkód, hogy te mondtad, hanem gyakorlatilag ha új lenyomattal, ha pinnel, akármivel véded, akkor ezt át lehetett ugrani, ugye? Igen, mindegyiket. Mindegyik, tehát az új lenyomat, a minta, a jelkód, a beírt jelszó, ami mondjuk karakterekből áll, ezek igazából nagyjából ugyanazok a háttérben, csak különböző módon tudod feloldani a telefont. Ez az összeset, mivel ugye nagyon hasonlít, hogy működik, az összeset feloldotta, és lényegében egy támadó meg tudta fogni a telefont, megcsinálta vele ezt a trükköt, amiről majd gondolom beszélni fogunk, és akkor benn volt a home screen a fő oldalon a telefonon, és meg tudott nyitni alkalmazásokat, stb. Lényegében. Szuper. Jó, akkor mielőtt beszélnénk még a hibáról, ami volt, hát beszéljünk arról, hogy hogyan találtad meg ezt a hibát egyáltalán? Tehát mondtam azt, hogy nem egy ilyen intended way volt, tehát nem kerestél egy hibát, hanem csak a telefonod lemerült, és innen indult az egész történet, ugye? Igen. Pont utazás után volt, mert hát szerencsés helyzet volt, pont ez volt az első alkalom, hogy Amerikába volt szerencsém eljutni az Avato cég, ahol dolgoztam azon keresztül, és pont jöttünk vissza. Nagyon hosszú út volt. És hazaértem, kiszámoltam, 24 óra volt onnan elindulni, hazaérni. Ez amúgy impresszív, hogyha úgy nézzük, hogy világ egyik feléről a másikra lehet egy nap alatt jutni. De a lényeg, hogy lemerült a telefon, vagy legalábbis hát 1%-on volt, amikor hazaértem körülbelül, és pont egy üzenetet akartam elküldeni valakinek, vagy azt hiszem, hogy így az üzenetküldés folyamatában voltam, és nem figyeltem, hogy le fog merülni, és kikapcsolt. Tehát odáig fajult, ugye, hogy már kikapcsolt. És viszont én ezt be akartam fejezni, ezt az üzenetváltást, tehát siettem, elmentem a töltőért, gyorsan visszadugtam, bebútolt, és mivel a SIM kártyámon jelen esetben volt PIN kód beállítva, ez nem ugyanaz, mint a jelkód, meg az új lenyomat, ez a SIM kártyának a zárása. Amikor bekapcsolod a telefont, először azt kéri. Én ezt tudom általában, de most siettem, vagy nem tudom, és nem jutott eszembe. Ez olyan jelszó, amit így ilyen izom memóriából írsz be, nem tudom, neked van-e olyan, és úgy tudod,
ha nem figyelsz, de ahogy oda akarsz figyelni, hogy na vajon mi ez a jelszó, akkor már nem tudod, és én most oda akartam Igen. figyelni, és nem tudtam, hogy mi ez a jelszó, ezt elrontottam háromszor. Ha elrontott háromszor, akkor az történik, hogy lezár a SIM-kártya. A SIM-kártya az önmagában egy kicsi számítógép, amivel a telefon kommunikál, ez érdekes egyébként. És ő tudja azt mondani, hogy háromszor megpróbáltad, hát akkor most már a PUC kódra van szükség. Ez a Personal Unblocking kód. Egyébként szerintem az emberek nagy többsége itt lenne meglőve rögtön, tehát én is fogalmam nincs általában, hogy hova raktam el azt a nagyobb kártyát, amiből a kisebb kártyát kitöröd, és amit általában, hogyha ugye van egy ilyen lekaparhatós rész, és az alá rakják be a PUC kódot. Pontosan. Az volt, amire szükség volt. Hát amúgy én ezt nem tudtam, hogy hol van, vagy hogy tudtam, hogy van pár SIM-kártyám, ami ilyen tesztelés, az, aminek megvan ez a kék kártyadoboz dolog, amiben ki kellett pattintani az elején, de hogy az én fő SIM-kártyámnak, ami nem is tudom mióta van, már sok éve megvan, hogy annak hol van ez a kék, azért kék, mert Telenoros, mindegy, de hogy az a kék csomagolása. És már meg voltam győződve egyébként, hogy hát jó, hát akkor be kell menni az ügyfélszolgálat, meg a boltba, meg ilyenek, és akkor újra vissza kell állítani. De azért megpróbáltam még megnézni a szekrénybe. Szerintem mindenkinek megvan ez a polc, amiben egy valami, amiben benne van így az ömlesztve a Igen. elmúlt évtizednyi papír, vagy több évtizednyi. És én ezt megnéztem. És ilyen csodával határos módon benne volt az a kipattintós kék kártya. És lekapartam mint valami szerencsejáték, ilyen lekapartam a pénzzel a kódot, beírtam, ugye teljesen jól működött minden, és akkor a telefon megkért, hogy válasszak egy új SIM kódot, mert ez így működik, hogy akkor újat kell választanom, mint egy jelszó visszaállító e-mail körülbelül. Persze, hiszen hogyha egyszer elfelejtetted, akkor nem fogod tudni utána ugyanúgy. Így van, így van. És akkor választanék egy másikat. Másikat írtam be egy újat, kétszer egymás után beírod az újat, és akkor itt ér véget ez a folyamat. Megnyomtam, hogy tovább, és akkor itt jönne az, ami egy normális bútolás után egy telefonnál várható, hogy akkor most fel kell oldanod a telefont önmagát. Viszont feltűnt, és ez a blogposzton erről van is egy kép, hogy egy ilyen fura állapotba került a telefon, és ezt lehetne részletezni, de ezt most nem szeretném feltétlenül, mert nincs sok értelme, de az a lényeg, hogy pár dolog nem stimmelt ezen a kijelzőn. Például az, hogy új lenyomatot kért tőlem friss bekapcsolás után a telefon, ami tehát ahelyett, hogy a lakatikon lenne, és mondaná, hogy írjam be a kódot, ahelyett az új lenyomatomat kérte. Ez azért nem oké, mert az androidos telefonok, én úgy tudom, hogy mindegyik, most már titkosítva van, tehát az adatot alapvetően nem tudja kiolvasni a telefon, csak azután, hogy beírtad egyszer a kódot, a jelkódot. Az új lenyomat az erre nem elég, az egy kicsit ilyen magasabb szintű, az azután működik, ha már egyszer ki van titkosítva az adat a jelkóddal. Szóval fura volt ez az új lenyomat jelzés, illetve beraktam az ujjamat, és feloldódott, viszont így befagyott egy ilyen pixeliz starting üzenet, egy ilyen töltőképen ragadt igazából, és akkor itt állt meg a folyamat. Na most ez egy funkcionális hiba ezen a ponton, mondhatni, tehát itt most valami történt, ami miatt így megfagyott a telefon, és furán viselkedik, viszont ugye mivel nekem azért ezek ilyen gyanús viselkedések voltak, így megjegyeztem magamban, hogy ennek lehet, hogy van biztonsági hozatala is, tehát hogy lehet, hogy okozott ez valamit, amit nem vettem észre. És akkor ilyenkor jön az, hogy hajlamos vagyok ilyenkor ilyen túlzottan felelősnek érezni magam, és nem tudtam, és így magamra rákötelezni magam, hogy ezt meg kell nézni, mert nehogy ott hagyjak valami súlyos bugot, amit aztán más nem vesz észre. Egyébként pont ezen gondolkoztam, amikor olvasom a blogposztodat, hogy egy mezei halandó ember, az
az ilyenkor, hát jó, megfagyott, újraindítjuk, és majd valami lesz. Hát nem is foglalkozik vele, hogy neked valahogy annyira ez benned van, de már benned volt akkor is, mikor, nem tudom, 3 éve, amikor csináltuk ugye azt az első videót, hogy akkor is mindennek utána mentél, hogy szerintem lehet, hogy ezzel rengeteg ember találkozott, csak baromira nem érdekelte őket, vagy nem foglalkoztak vele. Tehát baromi jó, hogy van neked egy ilyen mentalitásod, hogy csak azért is utána akarsz menni ezeknek a dolgoknak. Igen, ez ilyen szempontból jó. Ilyen a kimenet szempontjából jó. Azt hozzátenném, hogy ez nem nagy élmény, amikor benne vagy. Ezen dolgozok azért, hogy magammal ezt egy kicsit jobban kezeljem, de az a lényeg, hogy nem annyira nagy élmény, de ráerőltettem magamra, hogy hát azért ezt nézzük már meg. Mert itt mi történt, meg hogy ugrottunk ilyen biztonsági határokat, mert nem csak funkcionális hibának. És akkor másnap ezt azért megnéztem, megpróbáltam megnézni kicsit jobban, ugyanígy replikáltam a helyzetet a pukkóddal, stb. És mindig erre a pixeli starting képernyőre jutottam, viszont egyszer megpróbáltam úgy is, és ugye itt volt az érdekes, vagyis hát az ijesztő helyzet, hogy megpróbáltam úgy, hogy nem indítottam újra a telefont. Tehát úgy, hogy már egyszer be volt írva a jelszavam, és ki volt titkosítva a telefon, tehát már működött az ujjanyomatos feloldás. Na itt próbáltam meg ugyanígy, kivettem a SIM kártyát, tehát a tűvel kihúztam, visszadugtam, és akkor ugye kértem megint a kódot, elrontottam, elrontottam háromszor, beírtam a PUK kódot, hogy megint ugyanoda kerüljek, választottam egy új PIN kódot, és hát itt történt az, hogy feloldódott a telefon. És ez volt az, amit nem is akartam elhinni, vagy nem voltam teljesen képbe, hogy most mit csinálok, mert csak ugye így próbálgattam össze-vissza, hogy mi történik. Igen. És csak azt vettem észre, hogy most hogy vagyok én a feloldott képernyőn, úgyhogy én meg vagyok győződve arról, hogy ez az előbb még le volt zárva, és hogy én nem raktam oda az ujjamat. De nem voltam benne biztos, tehát még egyszer megcsináltam még egyszer, és még egyszer feloldódott, és akkor esett le, hogy akkor itt tényleg egy hibáról van szó, és egy elég súlyos hibáról, mert feloldottam a záróképernyőt. Na most itt azt hozzátenném, hogy ugye itt eszünkbe juthat az, hogy na jó, de hát a PUK-kódot nem tudod. De épp ez a csattanom talán ebbe a hibába, hogy nem kell, hogy tudd a PUK-kódját a telefon tulajdonosának. Mert ki kell venni ugye a SIM-kártyát. Tehát én elmentek ilyen esetben a Spárba, és vehetek egy ilyen SIM-kártyát, amit ugye árulnak, ilyen feltöltő kártyát, és én azt bele tudom rakni valakinek a telefonjába, és annak én le tudom kaparni a PUK-kódját, tehát én tudni fogom, és akkor visszaállíthatom a SIM PIN kódját annak a most vásárolt kártyának, PUK-kódot beírom, és itt történik meg a feloldás. Tehát a lényeg az, hogy nem kell semmit se tudjak a támadott ról, annyi kell, hogy a telefonnál legyen, és emiatt tényleg egy feloldás, egy teljes képernyőzár. Igen, tehát gyakorlatilag két dolog kell hozzá, hogy legyen egy saját SIM-kártyád, amit használsz a támadáshoz, egy teljesen standard SIM-kártya, illetve hogy hozzáférj fizikálisan a célzott személynek a telefonjához. Igen. Ó, elég menetegen hangzik. De most ugye amikor ez megtörtént, akkor te jelentetted a hibát, ugye a Google VR PIN keresztül. Te sok Google-s hibát tártál fel az elmúlt években egyébként, tehát szerintem már rutinod van abban, hogy Google-nak hogy kell hibát jelenteni. Hát tudom, de viszont abban nincs, az fontos megjegyezni, hogy ez nem a Google VR, a VRP, van a Google Bug Hunters, az egy ilyen nagy, most így egy dolog alá húzták az összes ilyen programot. A Google VRP az ami az ő termék, a Google termékekre vonatkozik, például a Google Meet, a YouTube, stb. Ez is ez hasonló. Tehát van több, van a Chrome VRP, és van az Android VRP, meg talán pár más, és most én az Android VRP-nak küldtem be a reportot. Ez így átirányítódik belőle, tehát kívülről ugyanúgy küldtem be. Csak az ebben a fontos, hogy nekik én még nem küldtem reportot, és ez egy full másik csapat, nem az, akikkel mondjuk korábban dolgoztam más hibáknál.
Tehát mondjuk, hogyha beküldesz más VRP csapatnak, akkor tudják, a Dávid megint küldött valamit, akkor ezt jól nézzük meg. Itt azért akkor nem volt meg ez az előzetes híred? Hát itt biztos nem, illetve amúgy ideális esetben sehol nincs meg. Vagyis ez egy külön több órás beszélgetést érdemelt, hogy hogyan tartasz fairnek egy bug bounty programot. A Google említett ilyeneket, hogy ők nem nézik meg a küldőt, tehát hogy ne legyen ilyen előzetes bírálás az alapján, hogy ki küld jót. Mindegy, ez egy vitatható téma, de igen, itt biztos, hogy nem volt semmi ilyes, mert én ide még sose küldtem érdemleges hibát neki. Kicsit ugorjunk az időben, mert megy az adásunk nagyon, hogy ugye jelentetted, sokáig nem történt semmi, és végül te, ha jól tudom, akkor Londonban voltál kinn a Google irodában, és ott kezdted el mutogatni az ott dolgozó alkalmazottaknak gyakorlatilag azt, hogy mit találtál? Igen, ez történt, mert már egy jó ideje nem volt kijavítva ugye a hiba, és pont egybeesett azzal, hogy a Google rendez évente egy ilyen élő rendezvényt, ahol meghívják a sok hibát beküldő embereket, és én is egyikük voltam most, akiket meghívtak ebben az évben, és elmentünk erre a londoni rendezvényre, ami az irodában, a londoni irodában volt megtartva, és láttam, hogy a szeptemberi frissítés nem javította ki még mindig ezt a hibát, és csak csend volt a hiba jegyen, amit beküldtem, és már nagyon-nagyon zavart az a dolog, mert tényleg nem úgy éreztem, hogy engem jobban zavar, mint a Google, és szerintem ez nem oké. Van olyan eset, amikor túlreagálom, de hogy itt nem biztos, hogy tehát tényleg fel lehet oldani bárkinek a telefonját, basszus, és ők is ezt használják, tehát te már most mit reagálok túl? És ezért elkezdtem írni, a pár emberre ráírtam, hogy tényleg mit csináljak, mert már tényleg teljesen ilyen reménytelennek éreztem a helyzetet. És aztán még ott ott mérnököknek így mutogattam, vagy mondtam, hogy ilyen biztonsági embereknek, hogy van ez a helyzet, és hogy mit csináljak, és akkor páruknak meg is mutattam ott élőbe, hogy feloldottuk a telefont, vagy legalábbis próbáltuk. Ez egy vicces szituáció volt, mert itt nem volt nálunk a SIM, az a kis tű, amivel a SIM-et lehet tenni, ami a telefonok dobozába jön általában. És először egy ilyen valódi tűvel próbáltuk. Én ott egy kicsit ugye, mert hát ilyen, nem is tudom, ilyen felfokozott állapot voltam minden szempontból, mert ugye azért ez ilyen ijesztő volt, meg izgalmas, és én ott bénáztam a tűvel, és meg is vágtam magam valahogy, nem tudom, hogy hogyan, egyszerűen, ezt mai napig nem tudom, de elkezdett így vérezni a kezem, és akkor ott egy ilyen káoszos helyzet volt, hogy kaptam azért raktapaszt, utána akkor a tűt azt abba hagytuk, mert a tű nem lesz jó, akkor ott körbe mentünk, és valaki egy fülbevalóját odaadta, és avval tudtuk kiszedni, és akkor már tudtunk rendesen kísérletezni, és sikerült hát többé-kevésbé feloldani. Nem mindig működik, amúgy ez fontos hozzátenni, hogy ez egy ilyen versenyhelyzet, race condition hiba, és emiatt van bizonyos SIM-kártya, bizonyos fura esetekben nem így újra zár, vagy így ugrik egyet a képernyő, itt pont ilyenekbe ütköztünk, de azért látszott, hogy feloldódik a telefon. Uh-huh. Akkor ezután én már elindultam azon az úton is, hogy én október 15-én publikálom a hibát, hogyha nem lesz kijavítva addig, mert már tényleg úgy éreztem, hogy már 4 hónapja megy ez, és valaki már korábban itt beküldte, ez is volt egy külön szál, hogy elmetleg erre már félig meddig tudtak, de hogy nem teljesen. Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon régóta volt már jelen ez a hiba, és valószínűleg tudtak is róla páran biztosan, én az egyikük, és ne én tartsam titokba, szerintem az fontos. Tehát az nem security, hogyha én tartom titokba, engem föltörhet valaki, vagy ellophatja tőlem, tehát ez nem megoldás, ezt ők is tudják nyilván, csak hogy nagyon elhúzódott. És akkor én így próbáltam publikálni, hogy október 15-én publikálom, de aztán mondták, hogy decemberre lesz kész a javítás, mondtam, hogy hát az nagyon messze van, tehát én maradok az októbernél. Ezek nem egyszerű döntések, tehát én teljesen, amikor ezeken kell dönteni, én teljesen hát rosszul vagyok technikailag, mert most ugye, hogy én kirakom úgy, hogy nincs rá javítás, még így is messzes, hogy van rá javítás, hogy nincs, akkor tényleg bárkinek föl lehet valami a telefonját, és ez egy ilyen káosz, csak legalább tudnak róla az emberek. Van egy határ, amin ha átmegy, akkor már jobb szerintem, ha tudna róla mindenki, mint hogyha egy valaki tartja titokba,
nehéz ezt a határt megtalálni. És igen, mindegy, odáig fajult a helyzet, hogy vagy én így próbáltam azért javítani, még menteni a menthetőt, és akkor a végén lett egy hívásunk az Android VRP-s csapatból pár emberrel. Kedvesek voltak, nagyon befogadták, meghallgatták a visszajelzésemet, hogy mi volt az, ami nem volt túl jó szerintem, mi csúszott félre, hogy nem kaptam válaszokat rendesen, stb. Mondták, hogy novemberre lesz kijavítva végül, nem decemberre. És hát ezt most már úgy döntöttem, hogy kivárom. És kivártam a javítást, és a javítás után publikáltam. Nyilván még frissíteni kell a telefonokat mindenkinek, magától is frissül, de frissíteni is kell. De a novemberi, 2022 novemberi javításban most már ki van javítva ez a hiba, és most már ugye publikus is. Wow. Jó, hát tehát akinek esetleg androidos telefonja van, az ha még nem tette meg, akkor frissítsen. Ugye nekem Pixelem van szintén, úgyhogy nem próbáltam még ki, ezzel jött egy frissítés novemberben, ugye most, hogy a passkey is elkezdett működni, úgyhogy én bízom benne, hogy benne van ez a dolog is. Egyébként beszéltük itt azt, hogy Google-nek te egy rakott hibát jelentettél már, tehát én el tudom simán azt képzelni, hogy gyakorlatilag jobban keresel, mint hogy Google alkalmazott lennél, mert tényleg folyamatos. Tehát Activity-n, amikor előadtál, ott is nem tudom hány hibát, ugye a deeplinkes, meg mindenféle hibákat soroltad föl, amiért mind kaptál pénzt, de hogy ez egy viszonylag kiemelt hiba volt, ez a lock screen bypass, és ha jól tudom, akkor ez 70 ezer USD-t ért, tehát 70 ezer dollár, amit beszélgettünk a hekis lángosos srácokkal ugye adásban róla, amikor ment a felvétel a minap, és ott én említettem azt, hogy kicsit olyan vagy nekem, hogy így mész az utcán, megbotlasz a patkába, pofára esel, de hogy te akkor is egy ilyen pénzkupacra tudsz ráesni, mert hogy ez kívülről ugye úgy néz ki, hogy nyilván véletlenül találtál egy hibát, csak benne van az is, hogy lehet, hogy te ezt véletlenül megtaláltad, de hogyha nem, nincs ez a habitusod, hogy te akkor is utána akarsz menni, hogy mi az Isten történt itt, akkor lehet, hogy ez a mai napig nem derül ki egyébként. Igen. Hát ez, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszik benne az első pillanat. Két fontos dolog, hogy egyik az, hogy feltűnt, hogy ugye nem kéne ott lenni a jel az ujjanyomatnak, a másik meg az, hogy ezekre ilyen kényszeresen és fájdalmasan odafigyelek, nem tudom elengedni őket. Hívhatjuk ezt negatívumnak, szuper erőnek, szerintem egy amerre billen mindig, valamerre billen, de itt jelenleg előny is volt. És tényleg, igen, ez tekinthető ilyen viccesnek, hogy mindig ilyen fura helyzetek történnek. És ja, ez most egy rekord minden tekintetben. Tehát ilyen ekkora bounty-t még egyik korábbi hibámmal se kaptam. Szóval igen, ez most egy rekord. És alapvetően hát igen, ezt úgy nagyjából tudtam, amikor ugye beküldtem a hibát, hogy mondom, megnéztem a weboldalon, és ott az volt, hogy 100 000 dollár a lock screen bypass, ha működik a pixelem. Hát néztem, hogy basszus, ez működik. Működik a Pixel 5-ön is, tehát két több eszközön is működik. Aztán kiderült, hogy ők erről tudtak korábban, tehát tehát akkor erről nem fognak egyáltalán fizetni, tehát én úgy voltam vele, hogy akkor 0 dollár lesz. Aztán kiderült, hogy de a korábbi bejelentés az nem úgy volt, ahogy pontosan kellett volna legyen, meg én küldtem először rendesen úgy, hogy tudták reprodukálni, és akkor ezzel mondhatni kivételt tettek, és azt nem tudom, hogy miért 70 ezre, de 70 ezer dollár lett igen a vége ennek, és hát hálás vagyok érte, igen, nem tudom, ez tényleg egy masszív összeg, amit nehéz így pontosan hova tenni, de hát egy eszköz, amit majd a jövőbe hát, ha fel tudok valami jobb, nagyobb cél érdekében használni, úgy gondolom. Egyébként, hogyha nem tudnám azt, hogy te hogy működsz, vagy nem beszélgetünk volna, akkor most simán azt mondanám, hogy oké, te most egy évre meg vagy, és akkor lehet hátradőlni, de azért te nem így működsz. Azt tudom. Na hát, egyrészt köszönjük szépen, hogy megtaláltad ezt a hibát. Másrészt még két kérdésem van, ami nem ezzel a hibával kapcsolatos, hanem kicsit így az ismerettségünkre, hogyha szabad ezt mondani, bár ugye olyan, ugye csináltuk egyszer az interjút, illetve azóta egy Activity meg itt ott összefutunk, ahol tényleg így néhány szóra mondjuk maximum megállunk, tehát ezt nem mondhatom, hogy mindennapi kapcsolatban vagyunk, sajnos, de egyébként hozzáteszem. Az egyik az, hogy azon agyaltam, hogy így, hogy
te ilyen menü bug hunter vagy, meg ilyen hibákat találsz, hogy egyébként neked egyrészt van-e bármilyen, mit én, certifikéted, vagy kell-e, mert ugye annak idején is mondtad, hogy az a jó a bug bounty-ba, hogy rohadtul senki nem kérdez semmit, ha találsz hibát, akkor találsz, és azért ezen a szinten szerintem, amikor mondjuk a Google felé akár ennyi hibát jelentesz, akkor én azt gondolom, hogy bármilyen cert az el tud törpülni. Igen. Vagyis nem tudom, nem értek annyira így ez a certifikétes ökoszisztémához, hogy itt hogy működik meg, hogy pontosan milyen felvételi előnyöket nyújthat mondjuk egy álláskeresésre. Az biztosra tudom, igen, nekem nincs jelenleg, régen szerettem volna, de aztán valahogy idén elmaradt. És most már úgy gondolok erre, hogy én nekem a blogom mondhatni egy certificate. És a blogom, illetve a hibák, amiket találok. Igen. És alapvetően szerintem ez nagyjából hasonló. Célszolgál bemutatja, hogy hát mindegyiknek az kellene legyen a célja az összes ilyen dolognak, hogy bemutassa a jövőbeli munkáltatódnak mondjuk, hogy te értesz ahhoz, amit csinálsz. És szerintem ezt tulajdonképpen el lehet érni. És mondjuk én lehet, hogy egy alternatív útot használok mondjuk a bloggal. Ilyen cél. Egyébként te dolgozol-e valahol, vagy full-time nyomod a bug bounty-t? Mert ugye én, aki nem alkalmazottként dolgozok IT Security-ben, hanem ugye vállalkozást viszek, nekem az OSCP is, meg még annak idején a CEC, az ugye azért volt jó, hogy valahogy magamnak tudjam azt bizonyítani, hogy igen, tényleg értek hozzá, és nem csak úgy dumálok róla. Nyilván, ha valaki alkalmazottként űzi, akkor ott a munkáltatónak lehet, hogy kell, hogy legyen certed, mert mi is úgy tudjuk eladni a melót, hogyha azt mondjuk, hogy ilyen meg olyan certekkel rendelkező munkavállalóink vannak. A bug bounty nyilván nem kérdés ez, de ugye mondtad, hogy te az Avatónál dolgoztál, vagy dolgozol, nem tudom, hogy egyébként a bug bounty mellett van valami főállás? Most per pillanat nincsen, de igen, az Avatónál dolgoztam így körülbelül másfél évet szoftverfejlesztőként igazából, tehát ott inkább ez az építős oldal, és nem a hackerős oldal volt. Most jelenleg, hát mondhatni full-time bug bounty, vagy ilyen pihenős időszak van, és utána majd talán izgalmas a jövő. De ezt majd meglátjuk. Oké, tehát akkor erről még nem beszélünk, még én sem tudom, de akkor kíváncsian várom, mert azért ami a nevethez kötődik, az valahol mindig egyébként izgalmas. Másik kérdésem az pedig az, hogy annak idején, mikor az interjút csináltuk, akkor ugye neked volt egy német srác, vagy két német srác, vagy egy német, meg egy nem is tudom milyen srác, egy podcast, egy angol nyelvű podcasted, azt tudom, hogy a német srác volt a űrcsirke, Space Hulk, vagy ki volt ő, hogy velük mi újság, tartod a kapcsolatot, terveztek esetleg megint podcastet, ők security-ban vannak-e, vagy eltájolódtak ettől a dologtól? Hát velük most per pillanat nem annyira. Más irányokba mentünk szerintem, majd szeretnék azért velük újra egy kicsit hát kapcsolódni, kicsit beszélgetni, hogy mi a helyzet. De igen, hát elindultunk ezen a makeres, ilyen túlírós irányba, és hát szerintem más irányokba mentünk, igen, ez történhetett. De hát igen, majd időnként újra és újra összebeszélünk. Jó van. Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és elmondtad a kis történetedet, és egyúttal hagy gratuláljak is. Remélem, hogy ha összefutunk a következő konfon, akkor egy kicsit többet tudunk dumálni, nem tudom, egy kávé, vagy egy sör, vagy akármi mellett. Úgyhogy további sok sikert kívánunk neked, és találjál sok-sok bugot, mert igazából attól lesz mindenkinek biztonságosabb az összes Google terméke. Mert hát igen, te gyakorlatilag Google-t hackered rommá menetrendszerűen. Egy ideig, most nem biztos, de igen, ott van a legtöbb imádtak, mondjuk. Jó van, köszönjük szépen! Köszi! Szia, Dávid! Hello. No hát, ő volt Süz Dávid ismét a csatornán, egy egészen elképesztő figura, nagyon szeretek vele beszélgetni, és hát azt kell mondjam, piszkosok fiatal, úgyhogy még hát
fogunk felőle hallani. Na jó, legyetek jók, sziasztok!